Hello! Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Folytassuk a rémámot. Folytatjuk a Little Nightmares 2-t. Két chapteren vagyunk túl. Elvileg 3-ban, úgyhogy nem valószínű, hogy ma befejezzük. Annál is inkább, mert olyan hosszúra nem tervezem a mai streamet. Péntek este van. Maradjunk annyiba, úgyhogy nem valószínű, hogy ma befejezzük. Ma jövő héten. De hogyha nagyon jól haladunk, akkor még az se kizárt persze. Mert minden attól függ, hogy sikerül a puzzle-öket. Hát igen. Jó, úgyhogy csapjunk is bele. Elvileg minden úgy működik, ahogy kell. Itt a játék. Itt a hang. Oké. Okay. Jó. Jó, rendben vagyunk, úgyhogy folytassuk. Nagyon izgatott vagyok. Oké, okay, és elvileg itt vagyunk a kórházban. Igen, ez határozottan egy kórház. Mondjuk érdekes kórház, ilyen nagy rácsok vannak. De hát Istenem. Gyere, segíts! Mutatja, hogy merre kell menni. Most jól nekifutunk. Megy ez. Oké. Elsőre mindig leesek. De hát ugye elsőre Neo is leesett. Ez fontos. Abba kell valami. Hello, Miska. Villanyszerelés? Onnan hozta le? Vagy innen vitte fel? Na jó, és akkor... mivel? Ne zörög, légy szíves. Hát jobban kellett volna figyelni elektronika órán. Mert ezzel most mit? Ezzel nem tudok semmit csinálni. Ja de... De érdekes, hogy az előbb nyomtam és akkor úgy döntött, hogy nem. Nem baj. Nem baj. Zárjam rövidre. Hát végül is.
Na, és ezt ide most betesszük. Easy. Baj van. Na. Vedd ki a... Gyerünk. Igen, hát rá kéne jönni, hogy mit kell csinálni első körbe, az fontos. Na, vedd... Vedd... Oké. Másfele nem igen lehet menni? Én úgy láttam. Tehát az biztos, hogy ott a liftbe kell valamit csinálni. De a kábelt nem tudtam megfogni. Hogy ugorjunk rá a kábelre, de hát... Arra semmi. Arra megy a lift. Sikerült. Hello, Rémies. Üdvözöllek. Hol van Six? Előre szaladt. És most már van elemlámpánk. Így most kevésbé félelmetes lett. Ilyen elemlámpa volt az első rész DLC-be. Hát az elsőben legalábbis biztos, a második, harmadikkal még nem végeztem. Úgy volt, hogy a héten megnézem azt is, csak... Hát dolgozni is kell valamikor. Hát valószínűleg nem erre kell jönni, vagy valamit még előtte csinálni kell. Na, nézzünk szét. Kész egy kólát.
Köszi. Jó. Na, megint a tévé. És akkor megint beszippant. Határozottan jobban ment, mint az első alkalommal. Sörita? Rémiás? Hát igen, egy jó sört én is most meginnék, bár én hidegben annyira nem esne jól, de... Na jó, hát a sör mindig jól esik, na. Oké, oké, ahogy látom, itt megint villanyt kell majd szerelni. Nézzünk akkor szét. Igen, Giluci, eléggé... De isteni a hang egyébként, tehát a zene, meg úgy minden ilyen hanghatás, meg ilyesmi, az nagyon patent. Melyik a kedvenc söröm? Hát, nagyon sokáig a Heineken volt. Az most is egy jó választás, de ha olyan a helyzet, akkor a Millert én nagyon szeretem. Bár nem vagyok nagy szakértő, tehát ezt már is hozzátenném, hogy... Tehát itt nem arról van szó, hogy most megkóstoltam már életemben 80 féle sört, tehát... Érted így a... itt egy lakat, ezt ne felejtsük. Tehát én 5 évig jártam az Agrár Egyetemre, nekem a Borsodi meg a Soproni volt a világ tulajdonképpen. Ez a lift, ez szerintem kell az áram, így van. Jó, akkor itt kell 3, ide 2 biztosíték, meg jobbra 1, balra 1, meg jobbra 1 kulcs. Oké. Jó, hát itt ilyen végtagok vannak. Itt erre én nem látok semmit. Akkor menjünk tovább. Hát igen, Rémiás, ez szerintem így rendben van. Ott egy lift. Ha jól látom. Ez meg egy röntgen. Ami segít. Mit keres? Kirakta bele a maciba a kulcsot. És hol a maci? Ott a maci. Na de melyik? Valahogy nem lehet... ott van rajta varrásnyom. Most mit csinálunk? Six. Ki kéne belevenni a kulcsot. De mit csinál a majommal? Hmm.
Nézzük meg, hogy tényleg ebben van-e a kulcs. Meglátjuk, hogy működik ez a röntgengép. Aha, ott van. Oké. Hát igen, kicsit creepy talán, de... Na jó, valaki ki kéne műteni a maciból. Már ha ez maci vagy... Lehet, hogy nyúl, mindegy. De hogy vegyük ki? Meg miért van Six-nél az a... Az a majom? Erre én itt nem látok már semmit. Mintha az ott egy sípka lenne? Jó, ezt összeszedjük. Mindegy, amúgy, majd a végén megnézzük ezeket, csak ha már észrevettem, akkor vegyük fel. Arra nem látok semmit. Ez mi? Ez egy kacsa, de nem csinál semmit. Érdekes. Jó. Nem tudom, a lifttel tudunk-e valahova menni? Lehet, hogy itt lesz valami, amire szükségünk van. Különböző végtagok. Minden világos. Elhamvasztjuk a macit. Remek ez a lift. Mint valami Civis utcai panelba. Ne menj be. Most elhamar...
támasztja a majmot is. Jó, akkor menjünk vissza, és akkor oda a kulcsos ajtóba megyünk tovább. Jaj, a rémiás nagyon jó. Mi a... Ó! Ez is egy ilyen collectible. Gondolom legalábbis. Erre nem volt semmi. Hát aztán majd meglátjuk. Azt nem lehet betörni. Na. Fog. Nem fogta meg. Ah. Oké. Mi a... Oké. De miért ijeszget? Gyerünk. De hova? Menj már be! Na majd most.
Igen, majd most. Remélem erre kell jönni. Gondolom. Oké. Na. Reméljük már nem kell a kalapács. De valószínű fog kelleni. Mert szerintem ez az ajtó, ahol be tud majd jönni Six. Azt mondod? Bár nem biztos, hogy ezzel kell beütni, de beütöm és visszajövünk érte. Oké. Okay. Úgy nem is figyeltem, hogy itt van. Mondjuk lehet a játék szólt volna, de... Na gyerünk. Már ha ez biztosíték, persze, mert... De hol van Six? Itt van. Mit csinálsz? Ne vacakoljál, gyere. Akkor gondolom ezt most oda, abba az ajtóba kell vinni, ahova egy... Egy kell, tehát a bal oldaliba. Nyilván, mert ide kettő kell, ezzel nem hiszem, hogy közelebb lennék a megoldáshoz. Mehetünk is. De remélem nem akarsz itt föléledni.
Lehet, hogy lámpa nélkül kéne jönni. Könnyebben elkap. Én most nem sprinteltem. Vagy így csöndbe. Már. Nem futunk. Mondasz valamit? Ja, rávilágítok, megáll. Tehát a fénytől megáll, úgymond. Most keresek egy villanykapcsolót, vagy... Na. Biztos nem lesz jó. Lehet, hogy később van még... van nem lámpa. Hát de ha rávilágítok, akkor nem haladok. Csak így nem. Na jó. És oda kéne menni. Nem sokon múlt, nem sokon múlt. Oké. Menjünk tovább. Játék segít amúgy, mert tényleg arra néz a karakter, amire menni kell, tehát lehet, hogy érzékelte, hogy szükséges lesz egy kis segítség. De lehet alapból is ilyen. Gondoltam, tehát biztos voltam benne, hogy...
Az elbisit kapott el. Na most akkor megpróbáljuk jól. Közel voltam. Most jó lesz. Erre visszaugrik. Hát van ilyen. És itt ég a villany. Szuper. Szappani sose hajolj le. Hát kivéve, hogyha csak úgy tudsz tovább jutni.
Esélytelen. Mi lenne, hogyha nem ülne benne? Hát, ha föláll. Oké. Szerintem úgy már, így már oda tudjuk húzni. Sokan vannak. Lehet, hogy gyorsan át kéne szaladni, és utána menni így hátrafele. Nem. Nem. Egy próbát megír. Körbevettek. És jött a szia uram. Lehet, hogy máshogy kéne. Ugye? Rémiás. Nem, hogy... De most rávilágítottam. Nagyjából. Majdnem meg volt. Meglett. Meglett. Na, lássuk itt mit kell csinálni. Á, itt van Six. Hello. Nagyon mocorognak ott, attól tartok, hogy bejönnek, bár mondjuk itt ég a villany. Ott egy biztosíték.
Na. Hogy ez egy villamosszék. Na most már csak nekem kéne valahogy kijutni. Ezt a széket, ez le van csavarozva, tehát ez biztos nem. Vagy valami sokkal egyszerűbb dolog, csak nem látom. De amúgy mi lenne, hogyha... De miért nem teszi bele a... Hát ezzel már nyilván semmit nem tudunk csinálni. Hát én rászólnék, de nem lehet. Semmit nem csinál. Nagyon nézi ezt, de hát... De azt nem érem el, tehát... Kéne valami, amire ráállok. De ezt a sámlit meg nem tudtam elhúzni. Semmi, meg sem mozdul. Nyilván a szék az, nem? Azt mondod, Miska, hogy bebugolt. Mert ennek itt ki kéne... Tehát szerintem, ha beteszi a biztosítékot, akkor kinyílik ez az ajtó. Ez. Szerintem legalábbis, hát ezt... Kút nyomkodom, mert... De semmi. Még nagyon villog a szem,
ami a töltést jelzi. Most kiírt valami achievement unlocked. Nyomjunk egy reloadot. Csak az a baj, hogy... Na ez nyilván semmit nem látok. De lehet én vagyok a hülye. Az továbbra is. Oké. Csak most checkpointtól. Nem tudom, ez hol volt. Ja, mondjuk így akkor oké. Na hát, ha most jó lesz. Bízunk benne. Ez ilyen kiugrós biztosíték. Ez egy ilyen fajta. Na, Six. Tedd a dolgod. Ja, persze. Igen, hozd okvetlenül. Kösz. Jó. És akkor kivesszük ezt is. Na, és akkor belefutsz egy ilyen bugba. Fejlesztőként, azt javítsd ki. Nem olyan egyszerű dolgok ezek. Mikor mondják a gamerek, hogy ó, hát bug fix a sima ügy. Sima ügy. Gyors quick fix-el megvan. Hát nem. Nem. De eddig hibátlan volt a játék. Az ilyen meg belefér. Valószínű azért rakták be ezt a resume funkciót, vagy... Hogyha ilyen van. Igen, a usernek manuálba leírod, hogy ha megakadsz, akkor restart from checkpoint. Elképesztően néz ki, amúgy. Oké, haladjunk. Amara.
Na de jó, már ketten van. Kapta. Gyerünk, Six. Bonts le. Na gyere ide. Franc. Nem baj, újra. Nem jött jól ki a lépés, maradjunk annyiba. És nem sok esélyt adott a játék. Oké. Bassza meg. Megint nem sikerült. Jó. Az ránk döglött. Kétszer egymás után nem lehet ráütni. Na, gyerünk. Az igen. De szép vagy, Sanyi. Tuti van. Fura volt, hogy megállt Six, azt hittem, hogy meg lehet állni, és akkor elmegy. De ezek szerint nem.
De mintha lopakodna. Akkor lehet, hogy lopakodva lehet menni. Aha. Valamit hozzá kéne vágni ez a gombhoz. Ott van ilyen fakocka. Megpróbáljuk azt fölvenni. Nem már. Ja, azt hittem... Ó. Azt hittem tudja, hogy itt vagyok. Jól gondolom, ez az ápoló nézi a pácienseket. Jók, hogy jössz, Day 6. Gyere, gyere, gyere! Nem, lehet nem erre kell jönni. Nem. Nem, valószínű nem erre kell. Vagy csöndben, bár ha kinyitjuk a... Azt úgyis észreveszi. Ja. Csak valamiért Six bebújik oda. Megpróbálok én is, hát ha el tudjuk, akkor nem erre jön. Jó, és most mi van, hogyha mondjuk nem. Akkor mit kell csinálni, ez a kérdés. Ja, így elmegy. És akkor már lehet, hogy tovább tudunk menni. Aha. Jó. Hát, tovább jutunk. Oké, itt van egy lakat. Tehát akkor kellene fog egy kulcs. Hát, ha most már... Nem, továbbra sem.
Bocsi. Okay. Ott a kulcs. Át kéne jönni Sixnek is, nem? Lehet, hogy nem. Itt föl tudnék mászni. Ezeket nem bírom arra vonszolni, az tuti. Nem. Esetleg a vödröt. Nem, az se. De nagyon magasan van, mert nem tudok felugrani. Húzzuk ki a tepsiket, hát ha találunk benne valamit. Lehet, hogy látok egy utat. De várjál, most oda felugrok, és akkor mi lesz? Föl tudok mászni a szekrény tetejére. Hát, csak kérdés, hogy innen el tudok-e ugrani addig. Nem vagyok benne biztos. És a kulcs. Na, húzz el, tetya! Kösz! Gyere, mehetünk!
Oké. Ide is kell egy biztosíték. Ott a biztosíték. Hogy jutok oda? Ez a kérdés. Tovább lehetett menni, valószínű tovább is kell, és akkor ott kell majd valamit csinálni, elterelni a figyelmét, vagy ilyesmi. Úgyhogy akkor ezt fogjuk most csinálni. Ugorj! Nem futottam eléggé, vagy mi történt?
Mindig megakadok a csúszásnál, és ez baj. Na most jó. Nem jó. Six meg leült melegedni. Gyere, menjünk. Oké. Gyere, segíts! És... Na hát... A kórházat is túléltük. Ez is brutál volt nagyon, ez a chapter. És gondolom, itt indul a következő chapter. Viszont mi ma itt állunk meg. Picit hosszabbra nyúlt így is ez a chapter. Úgyhogy ma itt befejezzük. Péntek este van, fáradt vagyok. De legalább így a következő részre kicsit több marad. Nagyon jó, továbbra is nagyon tetszik. Úgyhogy mindenképp folytatjuk majd.
Hát egyelőre nem látom pontosan, hogy mikor. Szerintem csütörtökön, mert hétfőn ugye programozás van, kedszer, de nekem zűrös, valószínű csütörtökön. Jó, úgyhogy akkor mindenképp befejezzük, legalábbis megpróbáljuk csütörtökön befejezni. Úgyhogy elköszönök, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszöntöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb hétfőn, programozás óra 4 órától, szokott időben már mondhatjuk, úgyhogy akkor lesz legközelebb stream. Csütörtökön meg akkor tényleg befejezzük most már ezt a remek művet. Oké, és én kívánok nektek nagyon szép estét, kellemes hétvégét, találkozunk jövő héten. Na, szevasztok!